Ebben a videóban azt mutatom meg, hogy hogyan készíthetünk csicseriborsóból csokoládé fagylaltot. A fagylalthoz összesen 3 összetevőre lesz szükségünk, mégpedig egy konzerv előre főzött csicseriborsóra, cukorra és vegán kompatibilis csokoládéra. Első lépésként tegyük be a hűtőbe a csicseriborsó konzervet, hogy maga a lé az le tudjon hűlni, ugyanis mi a lével fogunk dolgozni. Hogyha kivettük a hűtőből, akkor egy szűrőn keresztül öntsük bele egy tálba, és kezdjük el a robotgéppel fölverni. Nagyon fontos, hogy a cukrot még ekkor ne adjuk hozzá, ugyanis a cukor elnehezíteni a folyadékot, ami által nem verődnek fel a habunk, és sokáig próbálkozhatnánk. Tapasztalat. Amikor először készítettem ezt a habot, akkor cukorral kezdtem, tehát az elején is tettem bele cukrot, és nagyon-nagyon nehezen akart felverődni. Úgyhogy várjuk meg, amíg szépen, szinte ilyen tojáshab, felvert tojáshab keménységűre felverjük a habunkat. Ahogy a videón is látható, nagyon szépen felverődik ez a főzőlé, ez a kicsit ilyen koszos vízszerű főzőlé, és abszolút zseniálisan működik. Összesen körülbelül, ugye robotgépnek a teljesítménytől függően 5-8 perc alatt készíthető el a habunk, és érezni fogjuk azt, hogy mikor van készen. Ha már megfelelően felverődött a hab, akkor adhatjuk hozzá ízlés szerint a cukrot. Én körülbelül 4-5 evőkanálnyi kristálycukrot használtam, de természetesen mindenki az ízlésének megfelelő édesítőszert használja. A cukor hozzáadása után még körülbelül 1 percig kevertem a habot a robotgéppel. Ha ezzel meg vagyunk, akkor jöhet a csokoládénak a feltördelése, majd pedig a megolvasztása. Itt megmutattam, hogy én milyen márkájú csokoládét használtam, illetve hogy ugye milyen összetevőkből állt az általam használt csokoládé. Forraljunk fel egy kis edényben vizet, és egy tálkában tegyük bele a csokoládét, és ugye szépen olvasszuk fel. Azért mutattam meg, mert sokan nem tudják, hogy hogy kell csokoládét olvasztani. Ugye azért fontos gőz felett olvasztani a csokoládét, mert így nem ugrik össze, hanem nagyon szépen a gőz hatására megolvad, úgyhogy erre érdemes odafigyelni. Ez is körülbelül 4-5 perc alatt megvolt. Ha megolvadt a csokoládénk, akkor elkezdhetjük hozzáadni a kabunkhoz. Nagyon fontos, hogy szépen apránként adagoljuk a csokoládét ehhez a felvert habhoz, ugyanis így nem fog összeomlani a hab, illetve a csokoládé se fog hirtelen kihűlni és nem fog csomósodni. Ha úgy érezzük, hogy elég csokoládét adtunk már hozzá a habhoz, akkor keverjük el utoljára, és egy műanyag tálkát elővéve kezdjük el szépen beleönteni, kiporciózni, ugyanis ebbe fogjuk tudni megfagyasztani a méghűtőben. Ezután nem maradt más hátra, mint hogy betegyük a fagyit a fagyasztóba, és megvárjuk, hogy megfagyjon. Ha készen van, akkor a szervírozás előtt hagyjunk neki egy 5-10 percet, inkább 5-öt, hogy egy kicsit kiolvadjon, felengedjen, mert akkor sokkal könnyebben fogjuk tudni a fagyikanalunkkal kiszedni. A fagylalt textúrája nagyon lágy, habos és olyan igazi gyerekkori emlékeket idéző csoki fagyi íze van, tehát abszolút nem érezhető benne a csicseriborsó. Remélem tetszett ez a recept, jó fagyizást!